Sok szeretettel köszöntjük kedves közönségünket, szülőket, diákokat, tanárokat, vendégeket. Az Ilia Szabina Alapfokú Művészeti Intézmény közös tanár-diák hangversenye. A mai estén a már hagyományos nyitó fanfár trombita együttese kibővül a mélyezes és üdő hangszeresekkel. Borsódi László trombita művész saját növendékei számára komponálta ezt a kis darabot, amit a mai estén az eredeti hangnemnél magasabbra transzponálva és ütőhangszerekkel kiegészített változatban hallgathattak meg. Az Intrada nyitány című kompozíciót előadták Árkosi Máté és Féregházi Bence trombitán, Cserhuba tenorkülön, Almási Attila harsonán, valamint Sóki Tóth Kristóf, Kovács Tibor és Iván Gábor ütőhangszereken. Mielőtt koncertünket folytatnánk, lenne egy tiszteletteljes kérésem. Arra kérném önöket, hogy a gyerekeket, illetve a tanárokat ne zavarja a mobiltelefon csörgése. Most ellenőrizzék, hogy mindenki kikapcsolta a telefonját. Nagyon szépen köszönöm. És most barokk muzsikával folytatjuk műsorunkat. A La Follia egyik a legrégebbi európai zenei témáknak, vagy olyan zenei anyagnak, amely az idők folyamán számos feldolgozást élt meg. Egy korai, improvizatórikus, meg egy késői, valamivel kötöttebb formáját ismerjük. Ez utóbbi volt a népszerűbb, tulajdonképpen egy ismétlődő akkordsorozat, amire a hármas tüktetésű, lassú szaraban téma épül moll hangnemben. Ennek a témának a variációi alkotják a zeneművet. Az első lejegyzett darab a 17. században maradt fenn, de ez a táncforma már sokkal előbb kialakult. Már a reneszánsz portugál színdarabokban megjelenik a köznép, vagy parasztok által táncolt follia. A klasszikus zeneirodalomban több századon keresztül felfelbukkan a téma, több mint 150 zeneszerző használta műveiben, így például Lully, Corelli, Alessandro Scarlatti, Handel, Bach, de később felfedezhető akár Beethoven, Liszt vagy Rachmaninov műveiben is. A mai estén Antonio Vivaldi La Folliáját hallhatjuk. Előadják Ritani Ája, Barát Petra és Haraszti Erika cellón. Fogadják őket szeretettel!
Köztük a Tamás Tamás is.
A kor elvárásaihoz, vagy szokásaihoz híven tele van is különböző udvari méltóságok, vagy nagy egyházi központok szolgálatában állt, így került Tromnitzba, majd Eisenachba, Frankfurtba és végül Hamburgba. Több mint 3000 darabot írt, melyből körülbelül a fele maradt fent, köztük kantáták, oratóriumok, operák, zenekari szvittek, versenyek és kamaraművek. Most tele van F-dur szonátájából az első tételt hallhatjuk. Előadják Horváth Viktória altfurúján, Kubasi Tamás fagotton és Szentári Judit szongorán. Azonban nem merült ki a vonós hangszerekre komponált művekkel. Számos operát írt a Velencei Színháznak, oratóriumokat, versenyműveket, zenekari darabokat.
Újító zenei stílusa nagy hatást gyakorolt Johann Sebastian Bachra is, aki számos művét átírta, áthangszerelte. Ma este Vivaldi D-moll oboára írt kettős versenyének harmadik tételét adják elő, Gyulai Koppány Illés és Varazsdi Kovács Marian oboán, Centnár Judit zongorán. Fogadják őket szeretettel.
és a varázsfogaláról talán nem kell ismertetőt tartani, elég annyi, hogy a nagy opera, a Big Opera és Singspiel daljáték zseniális ötvözete, a szerző utolsó operája, melyel azonban megújította a műfajt. Elszakadt az addig majdnem kötelezőnek tartott olasz szövegtől, és ő maga a művet német opera alcímmel látta el. Az opera népszerűvé vált dallamait sokan írták át különböző hangszerekre, így született a mai estén hallható Divertimento is, ahol az ismert témákat három klarinét szólaltatja meg. Előadják Mária Ligeti Sára, Kádár Barnabás és Trink Pan Pai.
Friedrich Kuhlau, német tánczeneszerző, a klasszicizmus képviselője. Németföldön született és tanult, de később dán állampolgár lett. Zongoraművészként és dán operaszerzőként tevékenykedett. Shakespeare színművekhez is írt színpadi zenét. Emellett zongoraműveket és kamarazenét komponált. Legismertebb művei a zongoradarabok mellett a fuvolára vagy fuvola együttesekre írt szerzemények. Ezek közül csendül fel most a Fuvola Trió első tétele. Előadják Kozma Orsolya, Pápista Andrea a fuvolán, Mészáros Pálma zongorán.
Schumann sokoldalú személyiség volt. A zenén kívül érdekelte az irodalom, filológia, heraldika, a holt és élő nyelvek. Nem véletlen, hogy korának nem csak kiemelkedő zeneszerzője, hanem elismert zenekritikus is volt. Zongoraművészi karrierje derékba tört, amikor jobbkezének egyik ujja levérült, de zeneszerzőként mai napig az egyik legismertebb, legészszerűbb képviselője a romantikus zeneirodalom dalai, zenekari művei és zongoraművei által. Ma este egy négykezes, születésnapi indulót hallhatunk. Előadják Rányi Balázs és Varga Gábor zongorán. Valamint Hoffe Anna fuvalán.
Berlinben működő egyetemi tanár és zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett. 1969-től 2008-ig a Magyar Állami Operaház zenekarának ütőhangszeres művésze volt. Jelenleg ütő és kamarazene tanár a Zeneakadémián. Kiadott művei főleg pedagógiai jellegűek, ütőhangszerekre, gyermekzenekarokra, kamarazene együttesekre írt darabok. A Fubola Trió három tételéből most a második, Adagio, és harmadik, Vivace tétel hangzik el. Előadják Böker Fruzsina, Körvőci Laura és Török Pap Tímea Fubolán.
tisztelő figyelmüket, a tanároknak pedig és a növendékeknek pedig a fellépést és a felkészülést. Végezetül egy nagyobb együttest igénylő művet hallhatunk, Sugár Rezső kamarazenekarra írt koncertinóját. A zenekar tagjai Fülöp Zsófia, Kékesi Tatai Anna, Nyeres Szintia, Pál Szilveszter, Tóthné Benkő Krisztina, Kardos Virág, Náleri Anna, Rudolfné Lagatos Zsuzsanna, Barát Petra, Röder Iván, Király Miklós. Szólót játszik Tóth Miklós Boton, Hegedűn, Vezénye, Héja Benedek. További jó szórakozást és szép estét kívánok!